A művészeti iskola növendékei zenés produkciókkal készültek a kaposszegcsői közösségi házban. A Tolna megyei településen a Foltvarró szakkör résztvevőinek munkáiból nyílt kiállítás. Az egészen apró mintáktól az igazán nagyméretű alkotásokig sokszínű művek díszítették a termet. Nagyon örültem annak, hogy van arra lehetőség, hogy itt a közelben megtanulhatok olyan fortélyokat, olyan mozdulatokat, amiket még nem tudok. És mivel a foltvarrás nagyon megnyugtató és szórakoztató elfoglaltság, ezért nagyon jól érzem magam benne, és nagyon örülök annak, hogyha sikerül valami szépet alkotnom. Tolna megyében egyébként csak itt Kaposszegcsőn indult ilyen foglalkozás. A szakkört Acélosné Solymár Magdolna, foltvarró céhmester indította. Miután nem csak akkor van elvonási tünetem, ha nem varrok, hanem akkor is, ha nem tanítok, ezért vettem egy mély levegőt, és kikerestem a női polgármestereket, és írtam levelet mindegyiknek, hogy milyen jó dolog a foltvarrás, nem csak azért, mert kézügyességet fejleszt, mert nagyon szép tárgyakat lehet létrehozni vele, hanem azért is, mert nagyon jó közösségfejlesztő, és ha van egy foltvarró csoport egy kisebb faluban, akkor mindig valahogy nem csak úgy irányul rájuk a figyelem, hogy szeretik a munkájukat, hanem nagyon sok segítséget kérnek általában a foltvaróktól, mert a foltvarás mindig együtt jár a karitatív tevékenységgel. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindenben tudnak segíteni egy közösségnek. Nem csak kézműves foglalkozások tartásában, hanem igényes foltmunkák, foltvarott tárgyak ajándékozásában, különböző tombola tárgyak varrásában, óvodának, bölcsödének, falvédők, fali képek varrásában, és sorolhatnám még órákig. Tehát nagyon hasznosnak tartok egy ilyen csoportot, és a sok-sok levélből tulajdonképpen ez az egyetlen egy tanfolyam jött össze, mert csak a kaposszegcsői polgármester asszony támogatta ezt az ügyet. És így 13-an jelentkeztek, hát volt lemorzsolódás, gyakorlatilag végig 8 ember vitte a kezdő tanfolyamot, ez 11 foglalkozásból állt, foglalkozásonként 2 óra, és még meg is fejeltük 5 alkalommal. 6 lány úgy gondolta, hogy ők még szeretnének egy kicsit tovább tanulni, ez már önköltséges alapon ment, és így lett ez a gyönyörű szép kiállítás a végén. Egy kicsit kishitűek voltak a lányok az elején, és ezért gondoltam azt, hogy ne csak önállóan az ő munkáik, hanem az én munkáimmal együtt, vagyis tanár és tanítványai, hát ha úgymond nem jön össze elég munka, de hála Istennek nagyon szorgalmasak voltak, nagyon tehetségesek voltak, és mondhatnám azt is, hogy ez a csoport, bár nagyon sok csoportot tanítottam már a 20 év alatt, amióta foltvarrással foglalkozom, a tehetségesek közül is kiemelkedően tehetséges csoport volt. A varrással az a probléma, ezt problémának lehet nevezni, hogy ez nem olyan, mint például egy dekupázs, vagy egy ilyen ragasztott technika, hanem ehhez idő kell. Tehát és nem mindenki áldoz rá időt, mert mostanában úgy látom, hogy inkább azok a dolgok mennek, amik cák-cák-cák ilyen nagyon gyorsan hoznak eredményt, és ezért is van az, hogy a fiatalok nem igazán nyúlnak a varrótűhöz.